Szintet lépne a Gerdó Szent Miklósi női jégkorong. Az idéntől Fox Hockey Club néven szereplő csapat nem csupán a belföldi bajnoki címet célozza, hanem a nemzetközi porondon is minél több mérkőzést szeretne játszani. Komolyan készülnek az új idényre a Gerdó Szent Miklósi Fox Hockey klub női jégkorong csapat tagjai. A munkát a városban nagyon jól ismert hokiszakember Václav Novák irányítja, és a csapat célja, hogy miután az előző idényben ezüstérmesek lettek a három csapatos belföldi bajnokságban, az új idényben megszerezzék az aranyat. A belföldi siker azonban nem elégíti ki a Gyergyuszán női hokisokat, hiszen a román bajnokság távolról sem elég a megfelelő szintű fejlődéshez. Csak akkor tudnak előbbre lépni, ha minél több nemzetközi meccset játszanak egyre erősebb ellenfelekkel szemben. Így már most leszögezték, hogy jövő év augusztusában kanadai, amerikai, ukrajnai és horvátországi női jégkorongcsapatokat láthat vendégül Miklós. A Women's World Hockey Invitational nemzetközi női jégkorongos mozgalom ugyanis a Szent Miklósi csapatot kérte fel, hogy az évente megrendezett tornájuknak házigazdája legyen, ki zágráb után. Ha megvalósul, ez lesz minden idők legrangosabb hazai női hoki tornája. Addig is idén októberben négy csapatos székely-magyar tornaházi gazdája lesz a Fox Hockey Klub. A tornán két magyarországi együttes, a Dunaújvárosi Angels és a 60-i Gigászok, valamint a Csíkszeredai Sportklub versenybe. A gigászoknál például kanadai kapus és amerikai légiósok szerepelnek, ez pedig jól jelzi, hol tart ma a magyarországi női jégkorong, és mihez kellene felzárkózni. Nem csak itthon szerepelnek azonban, a múlt idényben egy budapesti tornán vettek részt, és egyáltalán nem vallottak szígyent. Hasonló tornákon a jövőben is indulnának. Ehhez komoly segítséget kaptak a Gyergyó Miklósi és a megyei önkormányzat részéről.